Sziasztok! Ez itt újra a Skincare egyik. A mai epizódban a fényvédelemről fogunk beszélgetni, mármint hogy ti küldtetek jó kis sztorikat, amiket mindjárt elmondok, és persze jönnek a fényvédelemmel kapcsolatos leggyakoribb kérdések is. Azt gondolom, hogy fényvédelemmel kapcsolatban szinte mindenki csinált hülyeséget. Én rögtön előbújok, jó, az enyémmel. Amikor én kamasz voltam, akkor műugrottam a Margit-szigeten, a Hajós Alfréd uszodában. Gyakorlatilag egész nap reggeltől estig kint pödörtük a fürdőruhánkat, és álltunk a deszka végén. 40 percet álltunk, tollászkodtunk, néztük a vízilabdázókat, hogy néznek-e minket, aztán pedig egyet ugrottunk, de a lényeg az volt, hogy minél barnábbak legyünk nyár végére. És hát az a helyzet, hogy mi azzal erősítettünk rá, mert azt hallottuk, hogy a babaolajtól még jobban barnul az ember, nem barnultunk, hanem rendesen égtünk, de ilyen pecsenyére. Sörrel kentük magunkat, mert hogy állítólag attól is jobban barnul az ember, nem? Illetve a hajunkat is sörrel locsoltuk, mert hogy az még úgy sokkal szexibb, hogyha barna a bőrünk és szőke a hajunk. Szóval ez egy gyakorlatilag egy bőrápolási pokol, de hála Istennek nem csak nekem van, hanem nektek is. A legnagyobb butaság, hogy tiniként direkt leégtem, hát ha eltűnnek a pattanásaim. Az a baj, hogy ugye azért ilyen napkárok, azok úgy tűnnek, mintha nem is lennének 20 évesen, de azért a napkárosodásnak a nagy részét 20-25 éves korunkig összeszedjük. Én is a testemen található jó sok pigmentfoltot azt nagyjából beszereztem, mire 20 éves lettem. Az a baj, hogy a te bőrápolási bakid is sajnos maradandó, mert ugye a pattanások nem tűnnek el a napfénytől, hanem egész egyszerűen beleégnek a bőrbe, és ettől nagyon szép, nagyon látható pigmentfoltok lesznek a későbbiekben, úgyhogy valakinek esetleg most eszébe jutna az, hogy leégesse vagy leszárítsa a pattanásait a nappal, akkor azt azonnal fejezze be. Tizenévesen a szoláriumok dicső korában felkönyökölve centikre napoztunk a csövektől. Gyakorlatilag a szoláriumnál nincsen rosszabb a bőrnek. Befekszünk a csövek alá, és pénzért öregszünk, pénzért ráncosodunk, pénzért foltosodunk és égünk. Fényvédelem nélkül. Ha van olyan barátotok, aki azt mondja, hogy menjetek el, feküdjetek be 10 perc szoliba, mert sokkal jobb színetek lesz, meg egy kis D-vitamint is kaptok, akkor tudjátok, hogy ő nem a barátotok. Biztos nektek is van olyan ismerősötök, leginkább egyébként így a szüleink korosztályából, ugye azért a 80-as években iszonyatosan hasított ez az egész szolárium dolog, és ugye ki volt írva, hogy egészséges barnulás, meg vitamin szoli, meg ilyen méteres baromságok. Biztos nektek is van olyan ismerősötök, anyukámnak is volt olyan barátnője, akiről azt látjátok, hogy úgy néz ki már 50 éves korára, mint egy ilyen kicsit sötétebb bőrszatyor a bőre. Egy kicsit ilyen száraz, vastag, mindenhol töredezett, foltos és ilyen egészen furán barna. Na például ugye ebben a generációban azért fordul elő sok ilyen típusú bőr, mert hogy ők nagyon-nagyon sokat szoláriumoztak, és ugye akkor még a szoláriumozásnak a veszélyeire nem hívták fel ennyire a figyelmet, az kifejezetten egy menő dolog volt a 80-as, 90-es években, de reméljük ez már teljesen elmúlt. Most, ahogy elkezdtem sztorizni, ide állt a tesóm, és gyorsan hozzátett még egy saját sztorit is, amit azért mindenképpen elmondani, tehát ettől senkit nem fosztanék meg, mert ennél meredekebb történetet nem nagyon hallottam fényvédelemben. Ők kólát locsoltak magukra, mert hogy a kólának barna a színe, és hogyha az rájuk ég, az szépen karamellizálódik. Az egyik leggyakoribb kérdés fényvédőzés témában, hogy tényleg D-vitamin hiányom lehet-e a fényvédőzéstől? Nem. Ez egy nagyon-nagyon gyakori, tényleg rengetegszer előforduló kérdés, de teljesen alaptalan félelem. Nagyon fontos, hogy 100%-os fényvédelem nincsen, tehát hogyha egy nagyon-nagyon jó minőségű fényvédőt használtok, akkor az arra jó, mondjuk egy klasszikus 50 faktoros fényvédőt, akkor az arra jó, hogy az UV-sugárzás káros hatásait csökkenti. Olyan, hogy teljes fényvédelem nincsen, illetve akkor van, hogyha egy tökéletes betonkockában laktok. A 100%-os fényvédelem ráadásul nehezen kivitelezhető, mert ahhoz, hogy az egész testünkre megfelelő mennyiségű fényvédőt vigyünk fel, tehát minden egyes négyzetcentiméterre, ahhoz gyakorlatilag így fürdeni kellene benne, ami nyilván megint csak nem reális. Tehát, hogyha nem egy betonkockában éltek, és beadják nektek egy sötét lukon az ételt, akkor gyakorlatilag biztos, hogy találkoztok fénnyel.
A D-vitamin szintézis szempontjából nagyon fontos a napfény, de nagyon fontos az is, hogy a káros hatásaitól amennyire lehet megóvjuk a bőrt. Tehát a D-vitamin természetesen nagyon-nagyon fontos, de például, hogyha kevesebb fény ér titeket, vagy úgy érzitek, hogy több D-vitaminra van szükségetek, ezt abszolút be tudjátok vinni táplálék kiegészítő formájában is. Tehát akkor a fényvédő nem nyújt 100%-os védelmet? A fényvédelem nem is arra van, hogy 100%-os védelmet nyújtson. A fényvédelem arra van, hogy amennyire lehet, annyira csökkentse az UV-sugárzás káros hatásait. Ugye önmagában az, hogy fényvédőt használtok, az egy nagyon-nagyon klassz dolog, nagyon-nagyon fontos. Egyrészt az, hogy jól fényvédőzzünk, és ne felejtsük el, hogy a fényvédő például nem csak az arcunkra korlátozódik. Ugye nyilván mindenki az arcával foglalkozik, hiszen ott nem akarja, hogy látszódjanak a pigmentfoltok, ott nem akarja, hogy korábban elinduljon a ráncosodás, de például, hogyha belegondoltok, hogy meddig kivágott a ruhátok, akkor azonnal eszetekbe jut, hogy a dekoltás aljáig tart eleve a fényvédelem. Aztán ugye ott van a kézfej, ott vannak a kilógó területek, illetve, hogyha mondjuk elmegy sportolni az ember nyáron, ott is nagyon-nagyon fontos, hogyha csak futni megy, hogy egy olyan kifejezetten talán erre való fényvédőt használjon, ami komfortos a mozgással, mert persze vannak olyan fényvédők, amit mondjuk könnyebben leízad az ember, de most már vannak külön sportoláshoz kifejlesztett fényvédők. A 100%-os fényvédelem, ugye azt mondtam, hogy ilyen nincsen, de az például, hogy maximalizáljátok a fényvédelmet, ahhoz hozzátartozik egy jó kis fényvédő szájápoló. A száj területén is, az ajak területén nagyon-nagyon érzékeny a bőr, tehát nagyon könnyen megég. Most már kifejezetten klassz kis 30 és 50, 15 faktoros szájra való fényvédőket lehet kapni. Illetve a fényvédelemnél még egy nagyon fontos szabály, hogy nem elég az, hogy reggel bekenitek magatokat, aztán délután 4-kor még tollaslabdáztok a napon, mert addig biztos, hogy nem fog kitartani a fényvédő. De még az sem oké, hogyha mondjuk elmentek csak sétálni, és délután 3-kor még mentek egy kört akár a gyerekkel. A fényvédőt, a fényvédelmet időről időre nagyjából 3 óránként meg kell újítani. És hogyha mondjuk valakinek kényelmetlen sminkben van, nyilván az nem reális, hogy lemosod a sminkedet 3 óránként, és befényvédőzöd, és újra sminkelsz utána, de erre most már vannak kifejezetten ezek a spray állagú fényvédők, amik nagyon-nagyon jó szórófejjel rendelkeznek, tehát tök jól tudod úgy felvinni, hogy egyáltalán nem lesz semmi baj a sminkednek. A fényvédelemnél nagyon fontos az is, hogyha lehet, akkor azért használjunk kiegészítő eszközöket, mondjuk például napszemüveget, vagy egy jó kis fehér kalapot, egy jó kis nátkalapot, szalmakalapot, vagy egy baseball sapkát, mert ezek is nagyon-nagyon klasszú hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy ne égjünk le. Figyeljünk a nyakunkra is, az is egy kifejezetten érzékeny terület, nagyon sokan leégetik nyáron a nyakukat, a tarkójukat, és egy kicsit, csak egy mondat erejéig beszéljünk a kisgyerekekről, akik mondjuk nyáron szeretnek fürdeni, rohangálni egész nap, nem lehet őket beparancsolni az árnyékba. Például náluk kifejezetten hasznos lehet ezek a fényvisszaverő ruhácskák, ezek a fehér vékony kis ruhácskák, amiben kimaradhatnak a napon, nyilván a többi a kilógó testrészüket folyamatosan fényvédőzzük, azt is megújítjuk 2-3 óránként 50 faktorral. De ezek a ruhák ezek nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy például a Balatonparton akár egész nap játszanak. Ne feledkezzünk el az olyan testrészekről, amik például nem egyértelműek, mint például a talp, hogyha valaki hason fekszik a napon, mondjuk remélhetőleg nem napozik órákon keresztül, de a talpatok is pillanatok alatt le tud égni, hiszen egész évben nem éri fény, nyilván nagyon-nagyon érzékeny, illetve a fejbőr. Szintén nagyon fontos, hogyha pláne valakinek esetleg gyérebb a haja, akkor mindenképpen kenjétek be fényvédővel nyáron, illetve ott mindenképpen indokolt a baseball sapka. Nyáron az ember nem is gondol rá, de ugye akkor nagyon sokszor nyitottabb cipőbe járunk, vagy papucsba járunk, vagy esetleg ilyen kis vietnámi papucsba, az a bőrfelszín is nagyon-nagyon könnyen leég, szóval, hogyha már úgyis a kezetekben van a fényvédő, semmiből nem áll szépen ott is, csak végighúzni rajta. Rengetegszer merül fel az a kérdés, hogyha egész nap a lakásban vagyok, akkor is kell-e fényvédőznöm. De alapvetően nem, de azért vannak kivételek, hogyha például olyan helyen vagy, mondjuk az egyenlítő környéken, ahol nagyon magas az UV-index, mondjuk 6 fölötti, akkor érdemes. Ha extrém módon hajlamos vagy a hiperpigmentációra, akkor is. Hogyha mondjuk olyan helyen dolgozol, vagy olyan helyen van az irodád, az asztalod, ahol egész nap egy hatalmas nagy ablakon tűz be a nap, akkor mindenképpen érdemes. Hogyha esetleg túlestél valamilyen hámlasztó kezelésen, vagy éppen erős hámlasztókat használsz, akkor is mindenképpen érdemes a lakásban is. Illetve abban az esetben is érdemes otthon fényvédőznöd a lakásban, hogyha éppen olyan gyógyszert szedsz, amiről tudod, hogy fényérzékenyít. Nagyon sokatokban felmerül ez a kérdés, nagyon sokatok félelme az, hogy tényleg
káros rákkeltő anyagok vannak-e a fényvédőkben? Hát az a helyzet, hogy a jelenleg érvényben lévő EU-s szabályzatok kifejezetten tiltják az ilyen hatóanyagok, az ilyen anyagok használatát. Tehát ezek a fényvédők, amiket az Európai Unióban meg tudsz vásárolni, ezek nagyon-nagyon komoly szabályozáson mennek keresztül. Tehát semmi olyan anyag nincsen bennük, ami rákkeltő. Akkor sem, hogyha ezeket a fényvédőket napi szinten használjátok, viszont a fényvédők mellett szól még az is, hogy nagyon-nagyon sok olyan hatóanyag van bennük, amik egyébként még ápolhatják is a bőrt. Milyen fényvédőt keresek, hogyha mindegyik csípi a szememet? Hogyha nagyon érzékeny valakinek a szeme, akkor ez egy teljesen valid kérdés, nagyon-nagyon sok olyan fényvédő van, ami csípheti. Nagyon fontos, hogy olyat keresetek, amiben nincsen oktotrilén. Illetve például itt van most már a kifejezetten szemkörnyék ápolására való fényvédő. Ez például egy ásványi fényvédő, 50 faktoros, ebben nincsen, és ez például tökéletes a szemkörnyékre is. Ezeket meséltétek és ezeket kérdeztétek a fényvédelemmel kapcsolatban. Két hét múlva újra találkozunk pénteken, ha van bármilyen sztoritok, van bármilyen kérdésetek, akkor tegyétek fel, várjuk, kommentelhettek is, találkozunk két hét múlva. Sziasztok!